Műsorunk következő adásában egy igazi lokálpatriótával, valamint környékünk egyik legismertebb régészével fogunk beszélgetni, aki nem más, mint a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria igazgatója, és az Ipolysági Csemadok alapszervezetőnek vezetője, Pálinkás Tibor. Mi ösztönözte arra, hogy a régészetet választa a tanulmányait illetően? Igazából nem tudom, hogy minek hatására jött ez a döntés, és igazából azt se tudom teljesen egyértelműen megmondani, hogy mikor jött a döntés, hogy ezt szeretném tanulni. Végül is kisgyermekkorom óta érdekelt a történelem. Érdekeltek a történelmi tárgyú útleírások, szívesen néztem ilyen filmeket, szívesen olvastam ilyen témájú könyveket, és én magam nem is emlékszem, hogy gyerekkoromként kimondottan régészet érdekelt volna, talán a történelem általában inkább jobban, viszont amikor régészetre jelentkeztem a gimnáziumból, akkor volt általános iskolai magyar tanárnőm, Csáki Júlia hozott el nekem egy fogalmazást, amit magyar órán írtam hetedikes koromban, és ott arról írtam a fogalmazást, hogy én régész szeretnék lenni. Én ezt közben elfelejtettem az évek során, úgyhogy érdekes felfedezés volt a számomra is. Középiskolai éveim során több minden érdekelt, szerettem volna erdész lenni, sportoltam, biológia is érdekelt, földrajzi tárgyú tanulmányi versenyekre is jártam. Tehát nem volt ez valószínűleg annyira egyértelmű, hogy ilyen irányt is választhatok, de úgy motoszkált bennem, úgy tűnik évek hosszú során ez a dolog, és teljesen egyértelműen akkor döntöttem el, amikor már be kellett adni a jelentkezést a főiskolára. Szóval akkor mondhatni, hogy lényegében ez nem volt annyira egyértelmű út a régészet felé, hanem lényegében ez az emlék, ez a fogalmazás volt, ez a konkrét ok, ami lényegében utána úgy döntött, hogy ez lett a választott? Valószínűleg ez is közrejátszott benne, és köszönettel is tartozom érte valószínűleg a tanárnőnek, hogy megmutatta akkor ezt a fogalmazást, és ez is hozzájárult valószínűleg ahhoz, hogy úgy döntöttem, hogy nem a testnevelési főiskolára mentem fölvételizni, hanem régészetre mentem fölvételizni. Hát és ugye lényegében elmondhatjuk, hogy ez a régészeti út, ez lényegében sikeres volt, mivel ugye régész szakon végzett, és utána mi volt az a konkrét ok, ugye magáról tudni, hogy egy igazi lokálpatrióta, ami lényegében arra ösztönözte, vagy arra buzdította, hogy visszajöjjön szülővárosába, Ipolyságra, és Ipolyságot és itt a környéket kutassa föl, úgymond. Igazából egyetemista éveim idején is érdekelt városunk környékének a régészeti történelme. Diákként is csináltam terepbejárásokat a környéken, gyűjtöttem régészeti lelőhelyeket, leleteket, kerestem régészeti lelőhelyeket. Aztán, amikor idejöttem Ipolyságra dolgozni, akkor tudatosítottam, hogy nem is helyes, hogy ezek nálam legyenek otthon várva, hogy majd feldolgozom őket. Az Ipolysági Múzeumnak ajándékoztam ezeket az egyetemi évek alatt begyűjtött, a környéken összegyűjtött régészeti leleteket. De igazából ez érdekelt, a mi környékünk érdekelt jobban. Sokak fantáziáját az egyetemen is jobban megragadták a jelentősebb, ismertebb, akkor ismertebb régészeti lelőhelyek. Sokaknak a fantáziáját inkább megmozgatta Egyiptom, az ókori Görögország. Engem Ipolyság környékének a régészeti történelme érdekelt, az őskora vagy középkora már abban az időszakban is. Nem Ipolyságon kezdtem dolgozni, az egyetemi éveim alatt már tanulmányok mellett elkezdtem dolgozni régészként, akkor Érsekújvárban. Akkor még nem volt Ipolyságon múzeum, közben a város nagyon helyesen úgy döntött, hogy meg kell nyitni itt is egy helyi ilyen jellegű intézményt, és gyakorlatilag aztán így jött
az érdeklődés a város vezetése részéről, hogy lenne-e kedvem itt helyben dolgozni. Örültem a felkérésnek természetesen, és nagyon szívesen jöttem. Hogyha már ugye a múzeumról beszélgetünk, akkor lényegében egy következő kérdésem az lenne, hogy hogy is lett önből múzeumigazgató, mert ugye nagyon sok forrásból azt lehet olvasni, hogy először ugye itt dolgozott, nem vezető funkcióba, és hogy lényegében mikor és hogy lett ön az Ipolysági Múzeum igazgatója, valamint még ami ugye itt a teret illeti, vagy a kiállításokat, hogy esetleg meg-e van elégedve azzal az épülettel, vagy azzal a helyjel, ahol most jelenleg ugye ülünk mi is, és a múzeum áll. És ugye utána lényegében még lehetne beszélni arról, hogy esetleg milyen kiállítások vannak, hogy vannak-e állandó kiállítások, és ugye lényegében olyan kiállítás, amik csak egy adott időben vannak lényegében jelen itt a múzeumban, és csak egy adott ideig megtekinthetőek. És még ugye lényegében még egy ilyen kiegészítő kérdés majd a válasznál, hogy mik a célok a jövőre nézve, vagy mi az a következő kitűzött pont, amit itt lényegében meg akarnának valósítani a múzeum falain belül. 1996 nyarán kerültem Ipolyságra dolgozni, és a következő évben, 1997-ben lettem az intézmény vezetője, annak a kapcsán, hogy az addig intézmény vezető Danis Ferenc, aki lényegében jókarban levő, a helytörténettel intenzíven foglalkozó nyugdíjasként látta el ezt a vezetői feladatot, végleg úgy döntött, hogy nyugdíjba megy. A kapcsolata velünk nem szakadt meg, ezután is publikált, és a múzeum baráti körének a társelnökeként, illetve elnökeként nagyon sokáig, sok éven keresztül támogatta a múzeum munkáját, illetve önkéntesként részt vett továbbra is benne, tehát így lettem a múzeum vezetője, és igyekeztem a lehetőségekhez képest fejleszteni az intézményt. Végül is a legsikeresebb ez az igyekezetem talán egyrészt a kutatói tevékenységgel kapcsolatban volt, az ipolysági premontrei kolostor régészeti kutatása volt, már a 90-es évek végétől egy ilyen nagy projektje, régészeti projektje a múzeumnak, illetve aztán a 2000-es években, 2006-tól az Ipolysági Őrhegynek a régészeti kutatása. Mindkét projekt olyan projekt, amely lényegében még a tavalyi év folyamán is folytatódott. Alapvető feltétele volt annak, hogy sikeresen lehessen ilyen dolgokat megvalósítani, az, hogy kellett megfelelően erős együttműködő partnereket találni hozzá. Ipolyság egy kisváros, és ennek a kisvárosnak egy kis múzeuma, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria, tehát mi személyzetileg és anyagilag sem tudjuk felvállalni azt, hogy ilyen nagy projektet végigviszünk egyedül, de mivel nagyon érdekes Ipolyságnak a története, és nagyon érdekes régészeti lelőhelyek is találhatók környéken, gyakorlatilag nem volt különösebben gond együttműködő partnereket találni. Több alapítvány jelentkezett és működött együtt ezeken az ásatásokon az évek folyamán. Nagyon fontos együttműködő partnereink voltak, például az IPOI Unió is, illetve a Comenius Egyetem régészeti tanszéke is, de sorolhatnám így tovább múzeumokat és a régészeti tanszékeket. Illetve az ELTE néprajzi tanszéke is folytatott velünk néprajzi jellegű együttműködést. Mohai Tamás tanár úr vezetésével gyűjtöttek a számunkra néprajzi jellegű tárgyakat az ELTE néprajzi tanszékének a diákjai Ipolynéken és környékén. Nagyon jó és gyümölcsöző együttműködés alakult ki például a honismereti
társasággal, illetve a Magyar Honismereti Könyvtárosok Egyesületével, a Váci Múzeummal és Városi Könyvtárral. Tehát az ember jó ötletekkel jött, és hajlandó volt a maga részét a munkához hozzáadni, akkor általában ezekre a dolgokra lehetett megfelelő partnereket találni, és remélem, hogy ez így fog működni a jövőben is. A múzeum egy nagyon hangulatos épületben jött létre 1994-ben, hivatalosan 95-ben nyílt. Volt egy előzménye a múzeum megnyitásának, a Simonyi Lajos Galéria korábban már 1992-ben létrejött, és gyakorlatilag ehhez egy következő intézmény, fiókként intézmény részként alakult hozzá a múzeum. Volt egy kisebb alapgyűjteménye, akkor gyakorlatilag a kiállításokat úgy sikerült alapvetően létrehozni, hogy a Selmecbányai Múzeumból kölcsönbe kaptunk képeket, litográfiákat, tárgyakat, amelyek a 1924-ben megszűnt egykori Megyei Honti Múzeum gyűjteményéhez tartoztak valamikor. És aztán nekifogtunk kutatni, nekifogtunk gyűjteni. A lakosság is nagyon pozitívan viszonyult a múzeumhoz. Szóval mondhatni, akkor az egy ilyen gyűjtő munkába torkollott, és ugye gondolom az emberek segítségére is szükség volt, vagy ők is adományoztak régi tárgyakat, amiket ők otthon őriztek eddig, és lényegében mondhatni, hogy ilyen közös munka keretén belül jött létre lényegében a múzeum kiállítása. Igen, és gyakorlatilag a lakossággal való együttműködésünk az egyik olyan dolog, amire nagyon büszkék vagyunk. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a környék lakosaival sikerült olyan viszonyt kialakítani, hogy ránk bíztak és ránk bízzak továbbra is családi dokumentumaikat, fotóikat, megörökölt, számukra érdekesnek, értékesnek tartott, általuk érdekesnek, értékesnek tartott tárgyakat. Gyakorlatilag így növekszik jelenleg is túlnyomó részben a múzeum gyűjteménye, elsősorban fotótár, a néprajzi és a helytörténeti gyűjtemény. A kezdeti stádiumból, amikor a kiállításokat úgy kellett összerakni túlnyomó százalékban, ugye volt a Selmeci kollekció, illetve a régészeti kiállításban a Beszterce-bányai vagy Kékkői Múzeumból kértünk kölcsöntárgyakat. Ahhoz képest már gyakorlatilag most három ilyen épületet meg tudnánk tölteni, három ilyen méretű kiállítást meg tudnánk tölteni saját anyaggal. Több mint 10 000 tárgyból és dokumentumból álló saját gyűjteménye van azóta az Ipolysági Múzeumnak. Az értékét az is mutatja, hogy sokszor más tőlünk nagyobb múzeumoknak is adunk kölcsön kiállításokra, például dokumentumokat vagy tárgyakat, illetve Magyarország és Szlovákia szerte élnek olyan történészek, helytörténészek, illetve diákok, akik jönnek kutatni a gyűjteményeinket, különböző publikációik, munkáik kapcsán. Tehát ez egy hatalmas siker, ami nem elsősorban az én érdemem, hanem az ipolysági és ipolyság környéki lakossági elsősorban, illetve egykori kolléganőmé Bengyik Mártáé például, vagy éppen Danis Ferencé. Annak idején, mikor létrejött ezekben a termekben a múzeum, arra az állapotban, rá a 95-ös állapotra, ez egy nagyon szép, hangulatos és elégséges épület volt.
máig is nagyon szép lenne, és remélem, hogy nagyon szép lesz, ha majd a külső homlokzatokat is sikerül egy kicsit rendbehozni a város hathatós támogatásával. 2-3 éve sikerült a tetőt rendbehozni, illetve az esőelvezetést biztosítani. Jelenleg is van olyan pályázatunk, ami a belső terek felújítására és berendezésére, a kiállítások felszerelésére irányul. Meglátjuk, mennyire lesz sikeres. Ha sikeres lesz, akkor bizonyára sokat változnak a belső terek is majd az év folyamán. A gyűjtemények aztán kinőtték fokozatosan ezt az épületet, és a megyeházán, az egykori megyeházán kaptunk raktárhelyiségeket, ezeknek a raktárhelyiségeknek az egy része máig is megvan, és használjuk őket. Pályázatból sikerült polcrendszerekkel felszerelnünk. De közben gondolkodtunk, hogy hogy lehetne ezt az épületet ahhoz alakítani, hogy elférjen benne az egész múzeum. A 2000-es évek elején Makovinyi Pál, akkori képviselő, városi képviselő közbenjárásával a Műszaki Egyetem, a Pozsonyi Műszaki Egyetem diákai dolgoztak ki például tervet arra, hogy hogy lehetne kibővíteni az udvarban az épületet úgy, hogy elférjen a múzeum minden szükséges részével. Tehát, és hogy egy helyiségével. Tehetősebb kiállítás legyen lényegében jelen a múzeum falain keretein belül. Egy múzeum gyakorlatilag sokkal több, mint maga a kiállítás. Tehát ez az, ami látszik elsősorban az épületből és a munkánkból, de egy múzeumhoz kell, hogy tartozzanak raktárhelyiségek, az az ideális, ha minden szak, tehát történelem, néprajz, régészet, képzőművészet itt arra saját helyiségeiben kerül elhelyezésre, ezen kívül egy múzeumnak szüksége van műhelyre, szüksége van konzervátor szobára, szüksége lenne igazából előadóteremre, tehát van több olyan része egy múzeumnak, amit nem feltétlenül lát a látogató, de legalább annyira fontos részei, mint maga a kiállítás. Az évek során végül is születtek különféle nézetek arra, hogy el kell vagy nem kell költöztetni más épületbe a múzeumot, ha kell költöztetni, hova kéne. Végül is nekem az a véleményem, hogy mindenképp a műemléki zónában kell az épületnek lennie, a múzeum épületének lennie, és én úgy gondolom, hogy egy igazán hangulatos múzeumot egy történelmi épületben lehet elhelyezni elsősorban. Tehát én mindig ebben a vonatkozásában gondolkodtam a dolognak. Utolsó kérdésem lényegében már az említett, korábban említett iponsági kolostort illetni. Főként arról szeretnék pár információt szerezni, vagy pár információt bemutatni ebben a videóban, hogy milyen hosszú ideig zajlottak az ásatások, és mi úgy az a legértékesebb, amit találtak, vagy mi az a lelet, ami a legértékesebbnek számít erről a ásatásról, és mit lehet belőle levonni? Tehát, hogy mi az a dolog, amit egy régész, vagy mik azok a dolgok, mert hát ugye természetesen több lesz, ami fontos a történelemre való tekintettel, és amit egy régész levont lényegében az ásatások után, vagy során. Az ásatás gyökerei 1996-ig nyúlnak vissza, tehát akkor bonyolítottuk az első olyan évfolyamát az ásatásnak, amely még igazából nem is konkrétan ásatási munkálatokkal telt, hanem ki kellett a kolostor udvart tisztítani. Tehát az egy bozótos volt. Az egész teradobával, a szeméttel rendet kellett teremteni, meg kellett az ásatásnak a körülményeit ilyen szempontból teremteni. Volt lehetőségünk abban az időszakban művelődési, ifjúsági táborokra pályázni sikeresen, és
igazából az ásatást ilyen ifjúsági művelődési táborokkal indítottuk, és ezekhez a táborokhoz csatlakoztak aztán különféle alapítványok, szlovákiaiak, magyarországiak és nyugat-európaiak is. Tehát rengetegféle náció megfordult ezen az ásatáson. A luxemburgiaktól, olaszoktól kezdve, angolokon keresztül egészen románokig és fehér oroszokig több sok országból segítkezett itt fiatal, középiskolás és főiskolás korú is. Aztán egy időre, mivel az Őrhegyen indultak el építkezési munkálatok, a kolostor ásatást jegeltük, leállítottuk, az Őrhegyen volt fontosabb tevékenykedni, és aztán tavalyi évben, mivel új tulajdonoshoz került a kolostor épülete, illetve a kolostort övező területe is részben, és nagy örömre, többünk nagy örömére úgy nézett ki, hogy a kolostor megmentésre kerül, és építkezési munkálatok kezdődnek majd. Szükség volt arra, hogy az építkezés előtt feltárjuk azokat a részeit a kolostor, az egykori kolostor területének, amelyeket az építkezés veszélyeztetne, illetve azokat a helyeit, amelyeket az építkezés esetleg, ha nem is tesz tönkre, de örökre elzárhat attól a lehetőségtől, hogy a jövőben ott ásatás folyjon. Nagyon milyen nagy érzés volt ennek részese lenni? Mert ugye hát gondolom nem egy régésszel, vagy ugye kollégájával dolgoztak együtt az iparisági kolostor felfedezésében. Milyen érzés, vagy milyen felelősséggel jár egy ilyen munka? Azt tudni kell, hogy a régészetben általában egyszer lehet elrontani valamit. Tehát ha az ember széttúr valami olyat, amit nem kellett volna, azt nem lesz lehetősége még egyszer kutatni, tehát felelősségteljes munka. Kicsit nagyítva azt is mondhatnánk, hogy gyakorlatilag egy sikertelen lépéssel az egész történelem tudatunkat meg tudjuk változtatni. Tehát hamis történelmet is tudunk akár gyártani, ami az embernek nem a célja természetesen. Tehát a régésznek felelősség teljesen kell a munkájához viszonyulni mindenképpen. Örömre szolgált az, hogy egy bővebb kollektíva indult neki az ásatásnak. Egyrészt a Sinemetu polgári társulás, másrészt az ásatásba részt vett a Lévai Múzeum is, az igazgatója Bali Henrietta régész, és gyakorlatilag ő vállalta azt, hogy összefogja az ottani csapatot, ő volt az ásatásnak a vezetője. A műemlékvédelmi hivatal is hathatósan besegített, és az ELTE régészeti, középkori régészeti tanszéke is segítségünkre volt az ásatás első felében elsősorban. Tehát egy kollektív munka volt, igazából rövid idő állt eléggé a rendelkezésre, és sok mindent kellett, objektíve is sok mindent kellett megoldani, meg mi is sok mindent szerettünk volna megoldani. Ez egy olyan lehetőség, ami nem biztos, hogy mi, a mi életünkben még megismétlődik, és természetesen szerettünk volna minél több dolgot megtudni a kolostorról. A középkori kolostor keleti szárnya az, amely a legnagyobb mértékben feltárásra került, illetve a kerengő udvar. A déli szárnyból is sikerült részeket feltárni. Ez úgy nagyon egyszerűnek hangzik, de tudatosítani kell, hogy a középkor folyamán, és ez
az ásatásnak az egyik jelentős eredménye. Tudjuk, hogy a középkor folyamán nem csak az épületek homlokzata változott az éppen aktuális divat szerint, és az éppen aktuális építészeti stílusban, hanem az épület alaprajza is jelentősen változott. Tehát ha 15. század közepén működött kolostort emlegetjük, vagy éppen a 13. század második felében működő kolostort, vagy éppen a tatárjárás előtti kolostort, akkor nem föltétlenül ugyanazt az épületet, ugyanazon a helyen álló ugyanazt az épületet említjük, hanem az épület helye is változott, az épület alaprajza is változott a középkor és a koraújkor folyamán, és teljesen más képét mutatta az épület együttes, aztán a barokkorban, amikor a jezsuita rend vette át az egészet. Tehát egyrészt ez volt az egyik fontos eredmény, hogy az épület egy részénél, egy jelentős részénél legalább tudjuk már most azt, hogy melyik korban hol volt, hol helyezkedett el, és milyen méretű volt, milyen helységeket tartalmazott az épület vagy épület együttes. A leleteket illetően nagyon sok szép lelet került elő, már a 90-es évektől kezdve. Ezeknek a leleteknek az egy része az itt látható az Ipolysági Múzeum régészeti kiállításán, és az érdeklődés ezek iránt, a leletek iránt, az ásatás eredményei iránt végül is túlnyúlt Ipolyság határain, hiszen a kolostor ásatás eredményeit bemutató kiállítás az megjárta Komáromot, Érsekújvárt és Lévát is. Én remélem, hogy ugyanennyire érdekes lesz a legújabb évfolyam, tehát a tavalyi évfolyam ásatásának a eredmény csomagja is, és majd sikerül szintén bemutatnunk és népszerűsítenünk esetleg egy vándor kiállítás keretén belül is. Nagyon szép kályhacsempék kerültek elő az ásatásból, elsősorban reneszánsz, illetve késő barokk kályhacsempék, tehát a 16. század első felére, a 15. századra datálható kályhacsempék. Ezeket még restaurálni kellene majd. Vannak olyan csempék, amelyekből csak egy, két, három, néhány darab töredék került elő, és lesznek valószínűleg olyanok is, amiből össze lehet rakni egy kis kiegészítéssel az egész egykori, középkori kályhacsempét. Vannak figurális motívumokkal díszítettek is, nagyon szép növényindás motívumokkal díszítettek, mázazottak, mázatlanok, gótikus oromcsempék is például, amelyek csempekályháknak a tetejét díszítették koronaszerűen. És nagyon érdekesek, nagyon szépek a kódex vereteink. Tehát 16. század első feléből, a 15. század végéről származó részből készült könyvdíszekről van szó, gazdagon díszített, főleg növénymotívumokkal díszített rézveretekről, amelyek nem csak díszítették ezeket a akkor nagyon értékesként számon tartott könyveket, hanem védték is például a könyv bőr borítóját az elhasználódástól. Szóval akkor lényegében mondhatjuk, hogy nagyon sok szép, értékes és érdekes kincset sikerült feltárni ugye az ásatások során. Ugye megemlítésre került, hogy nem csak a múzeum igazgatója, hanem a Simonyi Lajos galéria igazgatója is, és ezen kívül nagyon sok kiállításon vesz részt, valamint nagyon sok kiállítás vezetője, úgymond. Mi az a legfontosabb
cél, ami ilyenkor maga előtt van, hogy el kell menni, és egy kiállítást bemutatni, felkonferálni, lényegében ugye a művészt és a műveit? Az időszakos kiállításainknak a 2000-es évektől elsősorban a Simonyi Lajos Galéria ad helyet. A 90-es években még itt a múzeum termeiben is csináltunk időszakos kiállításokat, tehát igyekeztünk úgy intézni, hogy a galériában képzőművészeti kiállítások legyenek, és ha helytörténeti kiállítást csináltunk, akkor azok viszont itt kerültek megrendezésre a Honti Múzeum termeiben. Akkor még sokkal kisebb mennyiségű anyag volt itt elhelyezve, tehát sokkal ügyesebben, gyorsabban szét lehetett szedni a leandó kiállítás egy részét ahhoz, hogy időszakos kiállítást hozzunk létre. Azóta megnőtt a saját gyűjteményünk, azóta az, hogy a selmeszi tárgyakat kiállíthassuk itt, az ahhoz kötődik, illetve hogy itt tarthassuk őket, az ahhoz kötődik, hogy minden egyes darab kiállítva legyen. Tehát gyakorlatilag így besűrűsödtek a kiállító termeink, és mivel a tárgyaknak nem használ a mozgatás, úgy döntöttünk a 2000-es évek elején, hogy ezzel a szokással szakítunk, és attól kezdve az összes kiállításunk a Simonyi Galériában került megrendezésre, illetve aztán később, miután Menora Szák Centrum Artis megnyílt, ott is az intézményünk is több sikeres kiállítást rendezett. Gyakorlatilag ez is lehetőséget nyújtott arra, hogy szlováki és magyarországi partnerekkel egyaránt együtt dolgozzunk, kiemelkedőt, teljesítményt nyújtottunk valószínűleg az elmúlt 10-20 évben a testvérvárosok kulturális intézményeivel való együttműködés terén. Máig is Váccal, illetve Veresegyházzal nagyon jó ilyen jellegű együttműködésünk van. A kiállított kiállításokat, legyen szó képzőművészeti, vagy akár helytörténeti kiállításról, nagyon szívesen szervezem, és nagyon szívesen működök közvetállott vezetőként is, természetesen, azonban erre a feladatkörre kitűnő kolléganőim vannak a múzeumban és a galériában, tehát én igazából az utóbbi években helyettesíteni szoktam tárlatvezetéskor, és az alapvető célunk a galériában egyrészt az, hogy a helyi tehetségeket gondozzuk. Tehát most jelenleg például a galériában a Pueri Fábri Nemzetközi Gyermekrajzversenynek a díjazott munkái láthatók. Hasonló céllal, tehetséggondozás céljával rendszeresítettük a művészeti alapiskola éves kiállításait is, ahol szintén az ifjúsági gyermekek, fiatalok kapnak lehetőséget, illetve az elmúlt 25 évben nagyon sok ifjúsági vagy ifjúsági származású alkotó képzőművész kapott első kiállítási lehetőséget a mi termeinkben, illetve igyekeztünk őket segíteni eljutni a testvérvárosok kiállító termeiben be, és hogyha volt lehetőségünk, akkor tovább menedzselni őket más helyekre is. Tehát ezt egy ilyen nagyon fontos szegmensének tartottuk mindig a tevékenységünknek, és fontos szegmense az is, hogy ipolyságra gyakorlatilag eljuttassuk időnként legalább a szlovákiai és a magyarországi képzőművészeti termés javának az egy részét is számunkra elérhető
részét. Tehát igazából egyrészt művelni is szeretnénk ilyen téren a helyi lakosságot, másrészt a mi saját tehetséges fiataljainkat is szeretnénk támogatni ezekkel a kiállításokkal. És akkor még pár szót említsünk lényegéből az ipajsági csemadokról. Milyen jelentőséggel bír, szóval mi a jelentősége a lakosokra nézve egy ilyen szervezetnek, ugye jól mondom szervezet, és lényegében mi a fő célja? A csemadok lényegében a legnagyobb szlovákiai magyar kulturális szervezet, és a jelenleg működő szlovákiai magyar kulturális szervezetek közül a legrégebbi is, és gyakorlatilag az országos csemadok alapításának az évében annak idején létrejött az ipolysági csemadok alapszervezet is. Több évtizedes, nagyon aktív múlt van a hátunk mögött, rengeteg kitűnő személyiséggel, Csáki Károly például, Korpás Pál, dr. Kis László, Béres Gábor, Gál Imre, és sorolhatnám tovább azoknak a nevét, akik a csemadok égisze alatt jelentős kulturális tevékenységet folytatták, és igazából nekem nagyon egyszerű volt a dolgom, mert csak követni kellett az ő általuk kitaposott ösvény vonalát, illetve segíteni eleinte az ő tevékenységüket, és az utóbbi években megpróbálni valamilyen módon az ő teljesítményeikhez hasonlót produkálni. Az utóbbi évtizedek nagyon sok változást hoztak, utóbbi egy-két évtized a társadalom állapotában. Gyakorlatilag azok a közművelődési formák, illetve a civil szervezeteknek azok a működési formái, amelyek a 60-as években vagy a 70-es években megfelelőek voltak, gyakorlatilag most már sok esetben nem tarthatóak. Tehát a csemadok előtt mindenképp egyfajta megújulásnak a kényszere is lebeg, de végül is én úgy gondolom, hogy a csemadok vezetőségében és tagságában megvan most is a potenciál azzal kapcsolatban, hogy az egyik húzó ereje legyen az ipolysági kultúrának. És én akkor itt lényegében szeretném megköszönni így a videó végével, hogy elfogadta felkérésünket, és hogy ennyi mindent bemutatott, ugye egy lényeges részét ipolyságnak, vagy úgymond a kulturális és történelmi örökségét sikerült kicsit közelebb juttatni az emberek felé, és további sok sikert szeretnék kívánni. Köszönöm szépen én is, köszönöm az érdeklődést, a kitüntető érdeklődést, és az önök további munkájához is sok sikert kívánok.